Megkezdődött a szavazás Írországban, ahol az európai parlamenti választásokkal egy időben önkormányzati választásokat és népszavazást is tartanak a válás szabályozó alkotmányos előírásokról. Írország 13 EP képviselő mandátumáról dönt, de közülük kettő csak a britek tényleges kilépése után foglalhatja el a helyét az európai parlamentben. Az ír szavazóhelyiségek este 11-kor zárnak. Délután 2-től szavazhatnak a cseh köztársaságban, az egyik leginkább euroszkeptikus tagállamban. A cseheknek a mai délután és a holnapi nap áll rendelkezésükre, hogy leadják a szavazatukat.